Békés Csabán is megkezdjük az aláírás gyűjtést, nagyon sokan vártak itt minket, nagyon köszönöm mindenkinek, akik eljöttek, és a szervezőknek is. Békés megye sajnos egy nagyon jó példa arra, hogy miért van erre szükség. Itt puszta Otlakán van egy képviselő, egy fideszes képviselő, Simonka Györgynek hívják, akinek a családja körül, aki körül tucat számra nőttek ki alapítványok, non-profit KFT-k, amelyek 100 millió számra nyernek Európai Uniós pénzeket ebben a kis faluban, de igazán utána nem látszik ennek az eredménye. Az a technika ilyenkor, hogy az egyik alapítvány megnyeri az uniós pénzt, és utána megbízza a családnak egy másik cégét azzal, hogy költse el ezt a pénzt. Végül ebből a család nagyon jól áll. Azért is egy nagyon fontos példa ez, mert Simonka György ügyében, Simonka György családja körüli cégek, alapítványok ügyében egy komoly nyomozás, vagy komolynak mondott nyomozás is folyik, még a magyar ügyészség sem tehette meg, hogy nem nyomozott. Azonban ez évek óta folyik, és Simonka Györgyöt még meg sem hallgatták gyanúsítottként, pedig ezek között, a cégek között egyetlen egy közös pont van, közös nevező van, ez Simonka György. Ez az ügy nagyon jól mutatja, hogy miért van szükség Európai Uniós ügyészségre. Azért van szükség, mert az Európai Uniós ügyészségnek a feje az nem Port Péter lesz, és onnantól kezdve nem reménykedhet abban például Simonka György sem, hogy továbbra is büntetlenül megúszhatják ennek a hálózatnak a működését. Még egyszer mondom, egy olyan tipikus hálózat, amikor az egyik alapítvány megnyeri a pénzt, és aztán a családnak egy másik cége pedig azt a pénzt elteszi zsebre, közben pedig alig-alig látunk valami változást. Hogyha lesz ügyészség, akkor ezek a pénzek valóban a szegény embereknek a felemelkedésére mennek, valóban ösztöndíjakra mennek, valóban napelemekre, valódi rezsicsökkentésre mennek. Ezért dolgozunk, és ezt nagyon sok ember, egyre több ember látja, hogy meg kell tenni. Egyre több helyen elkezdjük ezeket az aláírásgyűjtéseket. Köszönjük szépen!